Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyöngyösi TV nézőit, és a mai alkalommal egy ünnepről fogunk beszélni, mégpedig Sarlós Boldogasszony ünnepéről, amelyet július 2-án ünneplünk. Sarlós Boldogasszony ünnepe azt jelenti, hogy Erzsébethez ellátogat Mária, Mária meglátogatja Erzsébetet. És az elsők, akik ezt az ünnepet elkezdték egy kicsit a köztudatba bevinni, a ferences szerzetesek voltak, mégpedig Szent Bonaventura, aki fölkarolta ezt az ünnepet, és aki elkezdte a ferencesek között először, majd az egész egyházba elterjedt ez az ünnep. Honnan is fakad ez a Mária tisztelet? Elsősorban onnan, hogy tudjuk Szent Ferenc atyánkról is, hogy Szent Ferenc atyánk is nagyon mélyen tisztelte Máriát, és az egész életében, illetve az egész működésében benne volt ez a csodálatos kapcsolat Máriával. Mégpedig azért, mert Szent Ferenc tudatában volt annak, illetve megtapasztalta azt, hogy Mária az, aki hordozza méhében az Úr Jézus Krisztus, tehát Máriának köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy Krisztus Urunk erre a világra születhetett. És Szent Ferenc írt egy nagyon szép imádságot is Máriához, ezt az imádságot fogom most felolvasni. Üdvözlégy Úrnő, Szent Királynő, Istennek Szent Szülője Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a legszentebb mennyei atyának, ő szentelt meg téged, legszentebb szeretett fiával és a vigasztaló szent lélekkel. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy ő palotája, üdvözlégy az ő sátra, üdvözlégy az ő háza, üdvözlégy az ő palástja, üdvözlégy az ő szolgálója, üdvözlégy az ő anyja, és ti mindnyájan szent erények, akik a Szentlélek kegyelme és megvilágosítása által betöltitek a hívek szívét, hogy a hitetleneket Istenben hívőkké tegyétek. Ebből az imádságból is átsugárzik Szent Ferenc atyának az a csodálatos tisztelete Szűz Mária iránt, és elsősorban azért, hogy Szűz Mária az, aki a világra szüli a mi megváltónkat, Urunk Jézus Krisztust. A holnapi ünnep pedig egy látogatásnak az ünnepe, Mária látogatásának Erzsébetnél. És nagyon sok ilyen látogatással találkozunk a Szentírásban, amikor Jézussal találkoznak emberek, amikor Jézussal veszik fel a kapcsolatot különféle emberek, akik különféle bajukkal, gondjukkal fordulnak Jézushoz. És nagyon fontos azt is megnézni, hogy egy-egy találkozás hogyan is zajlik, és hogyan lesz vége, illetve hogyan válik gyümölcsözővé. Gondoljunk csak a Jézusnak a pogány századossal való találkozására, akinek a szolgája béna volt, és a százados elmegy Jézushoz, hogy Jézus meggyógyítsa azt a szolgát. Ugyanakkor a százados tudatában van annak, hogy ő pogány ember, és Jézus nem léphet be a házába. Ezért mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. És Jézus ennek a századosnak azt mondja, hogy ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Milyen csodálatos találkozás ez Jézus és a pogány százados között, hogy Jézus kinyilatkoztatja azt ezután a találkozás után, hogy milyen mély hite van ennek az embernek. Aztán vannak váratlan találkozások is a Szentírásban. Jézus találkozása a bűnös asszonnyal, amikor a farizeus Simon házában van, és a farizeus nem mossa meg Jézus lábát, és a bűnös asszony könnyeivel áztatja Jézus lábát, és megkeni olajjal. Ez a találkozás is tulajdonképpen azt jelenti az asszony számára, hogy a találkozása Jézus Krisztussal lemossa az ő bűneit, hiszen Jézus megbocsátja a bűneit. Aztán találkozunk olyan eseményekkel a Szentírásban, amikor szabadító találkozásról beszélünk. Gondoljunk csak Zakeus történetére, a vámos Zakeus, aki Jézust a házába fogadja, és alacsony termetére való tekintettel fölmászik a fára, Jézus pedig fölnéz, és azt mondja, Zakeus, gyere le hamar, mert máte házadban kell megszállnom.
És Jézus aztán kimondja azt, amikor ennél a Zakeusnál van, hogy ma üdvösség köszöntött erre a házra. Tehát úgy gondolom, hogy mind ezek a találkozások ezeknek az embereknek a javukra vált, az üdvösségükre vált. És nekünk keresztényeknek nagyon sokszor azért el kell azon gondolkodnunk, hogy vajon én hogyan találkozok Jézus Krisztussal, milyenek az én találkozásaim vele, hogy megérintenek-e, amikor részt veszek egy szentmisén, vagy megérintenek-e, amikor imádkozok, amikor próbálok Jézussal együtt lenni, és mit adnak nekem ezek a találkozások. Megtapasztalom-e azt, amit ezek az emberek megtapasztaltak a Jézussal való találkozáskor. És aztán látjuk, hogy milyen csodálatos ez a találkozás Mária és Erzsébet között, és ezt az evangéliumi részt szeretném most felolvasni, amelyet a holnapi evangéliumban felolvasunk. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntött Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Urámnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhebben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesülésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgokat tett karja ereje, széjjel szólta mind a gőgös szívőeket, lesöpölte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, aztán visszatért otthonába. Ebből az evangéliumi részből is kitűnik, hogy milyen csodálatos találkozásról van itt szó Erzsébet és Mária között, hiszen Mária hordozza a Jézust a gyermek méhében, és ellátogat idős rokonához. Persze ezeket az eseményeket megelőzte az angyali üdvözlet, amikor Gábriel arkangyal megjelent Máriának, és meghirdette számára, hogy gyermeket fog születni a Szentlélektől. De ugyanakkor meglátjuk ebben a találkozásban a két asszonynak a találkozása, egyben rávilágít arra is, hogy és rögtön az evangélium rá irányítja a figyelmünket Keresztelő Jánosnak, tehát Erzsébet gyermekének és Jézusnak a találkozására. Mert hiszen amikor Mária megjelenik ő Erzsébetnél, akkor Erzsébetet eltölti a Szentlélek. Tehát ugyanaz a dolog történik tulajdonképpen Erzsébettel, ami Máriával is, amikor találkozik az angyallal, hogy a lélek az, aki sugallja Mária számára, a lélek az, aki Máriát alakítja, aki Máriát fölkarolja. És ugyanezt történik Erzsébettel is az ő életükben. És fogjuk látni majd az evangéliumban később, hogy Keresztelő János életében még inkább, hiszen prófétaként lép fel Jézus Krisztus előtt, és előkészíti Jézusnak az útját. Csodálatos ez a találkozás, mert egy nagyon szép hála énekbe torkolik, amikor Mária hálát ad Istennek mindazokért a kegyelmekért, amit kapott. És úgy gondolom, hogy a mi életünkben is nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, illetve töltsön be a hála az Isten ajándékaiért, amelyeket életünkbe kapunk. Úgy gondolom, hogy most azért olyan helyzetben vagyunk sokszor, hogy nagyon sok dolog miatt elégedetlenkedünk, nagyon sokat panaszkodunk, és úgy gondolom, hogy fontos az, hogy átértelmezzük egy kicsit az életünket, átgondoljuk egy kicsit azt, hogy mi az, amit mi az Istentől kapunk, és mi az, amiért hálásak lehetünk. Elsősorban a megváltás csodálatos kegyelmért, és éppen ez volt Máriának a hálaénekének is a lényege, hogy hálát ad azért, hogy letekintett rá az Isten, hogy az Isten kiválasztotta őt, hogy az Isten segítségét megtapasztalta élete egész folyamán.
Gondolom, hogy ilyen hálatelt szívvel kell nekünk is életünk útját járni, ahogy Mária tette, és Mária mindannyiunk számára jó példa arra, hogy valóban ezt az utat válasszuk mi is, és hogy ezen az úton kitartsunk életünk egész folyamán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!